11 gömbplatán került a földbe a Móricz Zsigmond utcában Bonyhádon. Már 8 éves hagyomány, hogy az újszülötteknek egy-egy fát ültetnek a városban. Azért tartottuk nagyon fontosnak ezt a programot 8 évvel ezelőtt életre hívni is, és tovább életben tartani, mert azon túl, hogy a városban nagyon sok zöld terület van, mindig van olyan hely, ahol lehet fákat, újabbakat ültetni, bár egyre nehezebb megtalálni azokat a helyeket, ahol még pótolni lehet, de meg is öregednek ezek a fák, azoknak is van egy élettartalmuk, egy életciklusuk, és itt a Móricz Zsigmond utcában pont annak vagyunk tanúi, hogy a megújult új aszfaltburkolat, a járdaburkolatokat követően a nagyon beteg régi platánfák is kivágásra kerültek az utca lakóinak a kérésére, és ezt az utcát most ezekkel a gyönyörű gömbkörisekkel meg tudtuk újítani. Nagyon örültünk, amikor megkerestek minket az önkormányzat, hogy van ilyen lehetőség, mert lehel nekünk már a harmadik gyermekünk. A két első gyermekünknél, a lányoknál nem volt ilyen, és nagyon-nagyon örültünk neki, mert gondoltuk, hogy itt lesz a Szecskában a fa, és nagyon közel is lakunk, úgyhogy szeretnénk látni, hogy cseperedik a fa is, meg a lehel is egyszerre. Úgyhogy tényleg ebből egy ilyen családi programot szeretnénk csinálni, hogy majd jövünk együtt, és akkor locsoljuk a fát, mert nézzük, hogy hogy nő ez a gömbkör is, ha jól mondom. Úgyhogy nagyon örültünk neki tényleg, és azonnal vissza is küldtük a jelentkezést, hogy mindenképpen itt szeretünk volna lenni, igen. Az ültetendő fákat az önkormányzat ajánlja fel, és mindenhol a környezethez illő fát igyekszünk kiválasztani. Jelen esetben 20 darab gömbkörist ültetünk. Ez az egyik legnépszerűbb fajta, mert nagyon szép fasorokat lehet kialakítani, kis lombkoronájú, nem zavarja a közlekedést sem. És ezen kívül pedig a fáj lakótelepen inkább a parkosítás esetében közepes növekedésű, nagyobb lombú fákat ültetünk. Első alkalommal idén, de egyébként már 8. alkalommal kerül sor arra, hogy az életfa program keretében, vagy ahogy régebben neveztük, a minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát program keretében, közterületeken fákat ültetünk. Ma most itt a Móricz Zsigmond utcában 20 darab gömbkör is lett elültetve, olyan apró csemetéknek, akik az elmúlt év augusztusától idei év augusztusáig születtek, megközelítőleg 100-an vannak éves szinten azok a babák, akik Bonyhádon élnek, és bonyhádi családoknak a gyermekei, és közülük 65-en jelentkeztek idén erre a programra. Ez pedig már a fáj lakótelep, ahol a héten csütörtökön 54 fa csemetét ültettek el. Egy nagyon szép hagyománynak gondoltuk, és ez majd később szerintem neki is egy kedves dolog lesz esetleg minden évben eljönni ide, kicsit locsolgatni a fát, nézni, és ahogy ő nő, majd nő a fa is vele, és ez egy szép gesztus szerintem a várostól is. Szerintem ez egy nagyon jó dolog a Bonyhád önkormányzattól, megtisztel így a kisgyerekeket. Levélbe kaptuk ezt a kis jelentkezési lapot, kitöltöttem, bevittem, és így. Kinek lett ültetve a fa, és milyen fa? Kislányomnak lett ültetve. Hogy hívják? Cseke Karola. Hogy milyen fa azt? Majd kiderül, ha megnőtt. Igen. Gondozni fogjátok? Igen, természetesen. Milyen terveitek vannak a fácskával? Minden évben születésnapjára azt tervezzük, hogy mindig kötünk egy kis szalagot rá, úgyhogy eddig ennyi a terv. Az alapgondolat az az, hogy amikor együtt cseperedik egy fa egy kisbabával, egy kisgyermekkel, akkor az a kötődés, ami ahhoz a településhez köti, ahol gyermekkorát töltötte, az talán erősebbé válik, és ahogy az életrendje szerint kirepülnek majd és elmennek tanulni más városokba, akkor visszatalálnak hozzánk, és ők is majd jövőben itt alapítanak családot. A kislányunk 15 hónapos volt nemrég, ugye 2017 augusztus 21-én született, és hát nagyon nagy örömünkre szolgált, amikor a polgármesteri hivatal megkeresett minket ezzel kapcsolatban, hogy így mondjam, így is emléket állítsunk az ő születésének, és hát hogy nyilván itt van a házunkkal szemben, tehát folyamatosan tudjuk gondozni és ápolni ugyanúgy, ahogy a csöpségünket. Ez egyfajta kötődés is Bonyhádhoz? Hát igen, igen. Tehát azt mondom, hogy mindenféleképpen itt képzeljük el, vagy a környéken a későbbiek folyamán a családunknak a növekedését, illetve a gyermekünknek a növekedését. A helyszínt és a facsemeték kiválasztását, a szervezést és az ültetést is az önkormányzat munkatársai, illetve a program összefogói rendezik. Évről évre növekszik a jelentkezők száma. A jelentkezést illetően annyit szeretnék elmondani, hogy ugye évente ültetjük a fákat, és minden egyes szülőt értesítünk erről a lehetőségről, akik önkéntes alapon jelentkezhetnek nálunk. A
helyszínek kiválasztása az úgy történik, hogy igyekszünk a lakóhelyhez közeli fát ültetni, mert akkor így azért mégiscsak nagyobb esély van arra, hogy gondozhassák, locsolgathassák a fákat, esetleg többször ki tudnak hozzájárni. És három ütemben ültetjük az idei évben a 65 fát, 12 helyszínen összesen. Az első helyszín ugye a Móricz Zsigmond utca, aminek megújult az aszfalt burkolata is, és így egy szép fasort alakítunk ki majd évről évre a szecskai gyerekek fáival. A családoknak, ahol idén augusztustól 2019. augusztusáig megérkezik a gyermekáldás, az önkormányzat ugyancsak kiküldi az értesítést, így a jövőben is csatlakozhatnak majd az érintettek a faültetéshez.